Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Magyar Parlament egyik független képviselője, Székely Sándor, aki napjainkban az ISZOM mozgalomnak az egyik vezetője. Vezetője vagy képviselője? Jó reggelt kívánok! Hát mind a kettő, ugye elnökségi tag vagyok, és szervezeti igazgató, és hát országgyűlési képviselő, igen. És mint szervezeti igazgató kitalálta, hogy ne legyen olyan túl sok frakció, mert így olcsóbb lesz a parlament? Vagy egyszerűen bosszút akar állni az összefogáson, akik nem vették be önöket, és így most Móresra szeretné tanítani őket? Szóval mi nem ezért politizálunk, őszintén szóval, hogy szerintem a politika az nem is az érzelmeknek a terepe. Ugye mi mindig abból indulunk ki, hogy a magyar dolgozóknak mi az érdeke. És szerintünk az az érdeke, hogy olyan pártok legyenek bent az országgyűlésben, akikre a magyar emberek szavaznak, legalábbis frakcióval mindenképpen, hiszen ez egy óriási felhatalmazás, sok megszólalási lehetőség a parlamentben, a médiában, rengeteg pénz és gazdasági információk, pozíciók, tehát ez egy nagyon komoly dolog, és mi azt gondoljuk, hogy ha már országgyűlés van, és ott arról szól a demokrácia, hogy ott azok ülnek, és azok hoznak döntéseket, akiket az emberek megbíznak azzal, hogy döntsenek, és a frakció ennek egy nagyon erős megnyilvánulása, akkor ez legyen úgy, hogy akik önállóan, akik kapnak érdemi társadalmi felhatalmazást, tehát mondjuk minimum 5%-ot Magyarországgyűlésben, azoknak legyen frakciója. Na de hát, ha jól értem, akkor azért van pártámogatás, hogy ne legyen szükség korrupcióra és nem tisztességes dolgokra. Ha ezek a parlamentbe bekerült csoportosulások nem alakíthatnak frakciót, akkor miből élnek majd? Hát, hogy mondjam, én egy olyan politikai szervezetnek vagyok a vezetője, amelyik nagyjából 10 éve önfenntartó, ez borzasztó nehezen megy. Természetesen mi ezzel tisztában vagyunk. Ja, és ha önnek nehéz, akkor legyen másnak is. Nem, én azt gondolom, hogy ez a tisztességes. Miért kell olyan társadalmi szervezeteket eltartani a magyar állampolgároknak, akiknek nincsen erre felhatalmazást, akiknek nincsen, nem kaptak erre felhatalmazást. Én azt gondolom, hogy ez így tisztességes. De nézzük egészen más szemszögből ezt a dolgot. Nekünk, mi azt gondoljuk, hogy mi egy baloldali politikai párt vagyunk, akik, ugye mit jelent ez? Mi nem szeretjük a kapitalizmust, mi szocializmust szeretnénk, nem értünk egyet a fogyasztói társadalommal. Rajtunk kívül a parlamentben nincs ilyen szervezet, és azt gondolom, hogy ez parlamenten kívül ott van az európai baloldal, parlamenten kívül vannak ilyenek, így van, de a parlamenten belül nincsenek ilyenek, és mi azzal az ambícióval jöttünk egyébként a politikába, hogy ezt az elmúlt 30 évben kialakult ilyen nagyon bonyolult helyzetet letisztázzuk. Szóval egy csomó párt mondja magáról, hogy hát szociálliberális, meg baloldali, meg nem tudom mi, amikor nyilvánvalóan nem az, és mi azt szeretnénk, hogy ez a helyzet letisztázódjon. Ilyen például van a Fidesz, aki vállalta a jobboldali, van ez a 6 vagy 7 vagy nem tudom hány szervezet, akik most megcsinálták az előválasztást, mi azt gondoljuk róluk, hogy ők alapvetően egy liberális vagy liberális jobboldali szövetség. Ilyen jellegű politikáik vannak, a miniszterelnök jelöltjük is egy keresztény, konzervatív ember, ilyen értékeket val. Szerintem ezzel az ég a világon semmi baj nincsen, és mi azt szeretnénk, hogy ez a parlamentben is leképeződjön, hogy az emberek tudhassák, hogy kik vannak a parlamentben, kik döntenek róluk, ki mit akar, és mi azt gondoljuk, ez egy tisztulási folyamat, végre van egy fideszes, mondjuk egy jobb oldalunk, van egy liberális oldal, és mi azt szeretnénk, hogy mi képviselni tudjuk parlamenten belül és parlamenten kívül is a baloldalt. Nem az zavarja tulajdonképpen önöket, hogy nem vették be önöket az összefogásban? Egyáltalán nem zavaró dolog ez. Mi valóban jeleztük ennek a 6 vagy 7 szervezetnek még a legelején, hogy mi szeretnénk részt venni
ebben a munkában, tehát még mielőtt bejelentették ideológiailag volna. Ideológiailag nem feleltek meg ennek? Fogalmunk nincs, nem, semmilyen érdemi tárgyalás nem volt. Mi többször jeleztük, hogy beszélgessünk, nem történt ez meg, és mi azt gondoljuk így utólag, hogy ez valójában nagyon szerencsés, hiszen itt nem volt programoknak a versenye. Világos, és valójában ha már ideológiáról beszélünk, akkor nézzük a programot. Önöknek van programjuk? Nekünk nagyon régóta van programunk, az Igen Szocializmus. Ugye ez a mi programunk, ez a hosszabb programunk, és van a Kádár János terv. Ez amennyire vonzó, ugyanannyira taszító is, mert ki akar szocializmust újból, ki az akar az ország Kádár 40-50 János. Százaléka, ezt nem mi mondjuk, ezt ez ilyen kutatások. DAFKE program? Ez egyáltalán nem DAFKE program. Ezzel mi ezt nagyon komolyan gondoljuk. Tehát a gulás-kommunizmust akarják visszahozni, Nem. Mi a modernkori szocializmus szeretnénk megteremteni. És azt, az nem utópia? Mi ebbe hiszünk. Mi azt gondoljuk, hogy ugye, ami most van, ugye azt mondták nekünk, hogy itt sokkal jobb lesz 30 évvel ezelőtt, ugye odaadtuk a mezőgazdaságunkat, szétvertük a mezőgazdaságunkat, odaadtuk az iparunkat, jó részt külföldieknek, és mi azt gondoljuk, hogy egyáltalán ez a kapitalizmus, ez szétveri, egyébként nem csak a Magyarországot, nem csak a magyar akkor közösségeket, hanem a repülőteret például. Hát nézze, valamit visszavesznek négyszeres áron, ami elment, de egy csomó mindent meg kiszerveznek. Nem ők adták el. Rendben van, de egyébként meg egy csomó mindent kiszerveznek, most már az autópályákat is, és rengeteg mindent, egyetemeket is, meg a Mátrai erőműt odaadják, visszaadják, itt borzasztó dolgok történnek, de mondjam még egyszer, tehát mi azt szeretnénk, hogy az embereknek legyen normális bére, normális lakhatása, egészségügyhöz való hozzájutás. Elolvastam is, a programjukat, a kérdés az, hogy van-e a pénztárba elég pénz az önök terveinek a végrehajtásához? Bőven van erre pénz. Ugye itt egyrészt van egy állami pazarlás, ami hát gyakorlatilag lopásnak is mondhatnánk, illetve mondjuk is, hiszen itt gyakorlatilag az elmúlt tíz évben itt elképesztő mennyiségű, mármint hogy pár száz olyan ember nőtt ki a földből, akiknek a vagyona azért erősen megkérdőjelezhető, hogy honnan és hogyan jött ez a dolog. Ezt elmondhatjuk a régi szocializmusról is, mert akkor hát azért maradjunk annyiban, hogy ez ott pár egy-kettő emberről beszélünk, ami ma történik, az nyilvánvalóan látszódik, hogy itt pár tízezer ember, vagy mondjuk pár százezer egészen elképesztően jól él, és a többi 8,5 millió pedig azért dolgozik, hogy ez a pár tízezer ember beszélgetésünk vége felé közeledünk, pár fontos információ lenne szükségem. Hány képviselőjelöltjük van? Most már 61 fölött vagyunk, és nyilván természetesen az a célunk, hogy a 71-et azt mindenképpen meg fogjuk ugorni, mi szeretnénk a 106-hoz közelíteni. Az előrejelzések olyanok, mint az időjárás. Vagy beválnak, vagy nem. De hát nem kecsegtetik önöket a mérések. Azt mondják, hogy nem biztos, hogy megugorják a küszöböt. Ez így van. Mi szinte biztosak vagyunk ebben, hogy igen, mert azt gondoljuk, hogy ebben az országban van 250-300 ezer ember, aki elhiszi, hogy a magyaroknak jár a 250 ezer forintos nettó jövedelem, vagy az 50 ezer forintos családi pótlék, vagy a 150 ezer forintos minimálnyugdíj. Az biztos, nem biztos, hogy önökre fog szavazni. Hát hasonlókat ígér az összefogás is. Hát az összefogás egyáltalán nem ígéri ilyeneket. Az összefogás nagyjából azt ígéri, ami most van. Gyakorlatilag gazdaságpolitikailag ők ugyanazt akarják, mint a Fidesz csinál. Nagyjából együtt is szavazgatnak velük a legfontosabb kérdésekben, lásd egészségügyi törvény. Úgyhogy mi azt gondoljuk, hogy mi radikálisan mást mondunk, mint amit a Fidesz, vagy illetve a... Akkor nézzük, hogy mennyire követhető politikus a magyar parlamentben. Oltások száma mi? Kettő, és azt hiszem, hogy a héten föl fogunk menni a harmadikat is. Ha lesz rá időm, ha nem, akkor jövő héten. És mi van az influenza oltással? Azt még sose vettem magamhoz, az a helyzet. De még influenzás sem voltam soha. De minden lehetséges. Minden lehetséges. Köszönöm, hogy mindezt elmondta. Szurkolunk önöknek is, mint mindenkinek, és mielőbb visszavárjuk, ha érdekes dolog történik önnel. Az elmúlt szűk negyed órában Székely Sándor, az ISZOM egyik vezetője, a magyar parlament tagja volt stúdiónk vendége. Előzetesek, és már is érkezik Boros Péterné. Tartsanak velünk!